3, 2, 1, Matt! Sziasztok, Tóth Gergely vagyok. 2016-ban végeztem a Babics C osztályában, vagyis a német profili osztályában. A legfontosabb dolog, amit nekem ez az osztály típus adott, hogy kinyitotta nekem Európát, a világot és olyan lehetőséget adott, amit más osztály nem igen. Én azóta a Bonni Egyetemen tanulok, harmadéves közgázhallgató vagyok. A német osztálytípusnak köszönhetem, hogy külföldön egyszerűen beilleszkedtem, mert a DSD2-vel, amit megcsinál minden németes, babicsos diák, olyan felsőfokú nyelvvizsgát kapunk, amivel Európa szerte tárgyakkal várják a diákokat. Viszont ez a DSD2-vel igazából nem csak arra készítenek fel minket, hogy kapunk a végén egy papírt, és hogy bejárásunk van tulajdonképpen minden egyetemre, hanem olyan szintre kerülünk belőle a németből, hogy utána nagyon egyszerű külföldön beilleszkedni, és tényleg szinte anyanyelvi szinten tudjuk beszélni a német nyelvet. A másik fontos dolog, hogy a 4 év alatt a Babicsban ez a németes osztály nekem annyi élményt és annyi lehetőséget adott, beleértve például a Damage-re kapcsolatot, ahova 10-be mentünk ki. Rengeteg új embert megismertünk, német anyanyelvű embert megismertünk. Mi azóta tartjuk a kapcsolatot, és jó barátságot ápolunk. Ez a legfontosabb a nyelvtanulásban, hogy tudjon kommunikálni az ember, és ne legyen elveszve külföldön. A másik nagyon nagy előnye ennek az osztálytípusnak, amit a mi osztályunk szerintem a lehető legjobban kihasznált, mert a Babicsban mindig jönnek Németországból FSJ-os diákok, akik segítenek nekünk nem csak fölkészülni a nyelvvizsgára, nem csak fölkészülni az érettségére. Folyamatosan programokat szervezünk velük, és ezáltal már a gimi alatt nagyon megkönnyítette a dolgunkat, mind az érettségén, mind pedig a nyelvvizsgám. Viszont az én osztályomból annól nem én voltam az egyetlen, aki utána az érettség után külföldön próbált szerencsét. Nagyon sok volt osztálytársam például Ausztriában, vagy éppen ugyanúgy Németországban ment egyetemre dolgozni, és mindig arról beszélgettük, hogyha találkozunk, hogy ez az osztályprofil nélkül, ez intenzív német tanulás nélkül nem tudnánk úgy megállni a helyünket külföldön, mint ahogy megálljuk a helyünket. Beleértve azt, hogy nincsenek tulajdonképpen nyelvi nehézségeink. Külföldi diákokhoz képest egy nagyon jó szinten érkeztünk, egy nagyon jó nyelvi szinten érkeztünk ki Németországba, illetve Ausztriába, mind a C-osztálynak köszönhető, a tanárainknak, illetve az őket segítő embereknek.